Az ügyfélkapuval rendelkezők az ESJA oldalon vagy az ügyfélportálon tudják megtekinteni a tervezetet. A felületeken több informatikai fejlesztés történt, így a korábbinál egyszerűbb eligazodni. Aki egyetért a tervezet adataival, annak semmilyen teendője nincsen. Vannak bizonyos jövedelmek, amelyeket a bevallási tervezet nem tartalmaz. Ilyen például az ingatlan értékesítésből, vagy az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem. Ezekkel az adatokkal ki kell egészíteni a tervezetet. Legegyszerűbb az ESJA oldal webes kitöltő programját használni. Ez a program az idén megújult, számos új felhasználó funkciót építettek be. Akinek nincs ügyfélkapuja, azoknak postán küldik el az iratokat. Jó Hilda megjegyezte, noha az elektronikus egyszerűbb, továbbra is sokan a személyes ügyintézést választják. Aki személyesen szeretné intézni a bevallási tervezettel kapcsolatos problémáját az ügyfélszolgálaton, attól kérjük, hogy hozza be a bevallási tervezet adatait alátámasztó bizonylatokat, tehát a munkáltatói kifizetői igazolásokat, amely majd a bevallási tervezet adatainak egyeztetését szolgálja. Azok, akik ügyfélkapuval nem rendelkeznek, és kérték a bevallási tervezet postázását, azok április 30-án kapják készhez a tervezetüket. A postai boríték a tervezeten kívül tartalmazza az 1 plusz 1 százalékos rendelkező nyilatkozatot is akinek valamilyen kedvezmény nyert 2023-ban, de azt nem vette igénybe, miután bevallásában érvényesítette, egy összegben juthat hozzá a pénzéhez. Ha a tervezetben visszaigényelhető szerepel, a kiutaláshoz meg kell adni a bankszámlaszámot vagy a levelezési címet.